Óriási népszerűségnek örvend az idei roncsautó program. A környezetvédelmi szaktárca ezért 12 millió lejjel egészítette ki a program keretét. A roncsautó program 12 éves működése óta az idei számít a legsikeresebbnek. Az eredetileg előirányzott 13 ezer értékjegyet a lakosság 3 hét alatt lefoglalta. Július közepén újabb 4 ezer értékjegyet hagytak jóvá, de ezek is hamar elkeltek. A szaktárca szerdán ismét megpótolta a pénzkeretet. A fizikai személyek részére volt egy kiegészítés 12 millió lejjel. Ez egy relatív kicsi összeg volt, de a roncsautó program keretében is egy óriási igény volt. Ez volt az utolsó kiegészítés, amit megcsinálhattunk a magánszemélyek részére. Konkrétan a 12 millió lej közel 1850 értékjegyet fed. Ennek az autókereskedésnek az ügyvezetője azt mondja, az úgynevezett vouchereket hihetetlen gyorsasággal lefoglalták. Az idei évben a roncsautó program nagyobb sikernek örvendett, mint az előző években. Ezt észre lehetett venni az utolsó pótlásnál is, ami október 12-én volt, plusz 1800 értékpapírt bocsátottak meg ki, ezek 30 perc alatt elfogytak. Most azt mondhatjuk, hogy érvényes még a roncsautó program dátum szerint, de most már nem tudunk több autót így eladni. Az autóbontóba leadott 8 évnél régebbi járművekért 6500 lejes értékjegy jár, amennyiben az újon vásárolt gépkocsi megfelel bizonyos környezetvédelmi előírásoknak, ehhez legtöbb 2250 lejes úgynevezett ökobónusz jár. A roncsautó program 2005-ben indult, azóta közel 300 000 új gépkocsit vásároltak Romániában a program keretében.